Nagyon ügyes voltál, eszméletlen. Jobban nem is lehetne, tehát tényleg fantasztikus. Mindenki ilyen szülést kívánna magának. Nagyon büszkék vagyunk rátok. Nagyon jó volt. És akkor te nézegetted abba a babaarcát? Vagy inkább félre jöttök? Inkább ott még a Szandira fókuszáltam. Aha, hogy azért ez még nincs vége. Igen. A barátnőm mondta amúgy az is sok erőt adott, hogy úristen, hogy kint van a feje, és ugyanúgy néz ki, mint Alice. És az olyan jó volt azt is hallani, hogy ugye látta, és nem tudom, hogy ugyanolyan, mint Alice. Mondom. Szerintem is ugyanolyan, mint Alice. Hiába mondja apa, hogy olyan, mint Botti, meg te is. Vegyes. Tök Alice. Vegyes. Na, van jól meghelyzetek. Na, mondd el. Igen. Mondd, hogy csak kifolyt. Le tudták venni az ősejtet ismét? Le. Te már gyakorolod ebben a triodobozós ősejtes kérdésben. Ugye az apuka feladata, nyilván itthon hagytad. Nem, vittem. Mert Szandi szólt, hogy vinni kell. Szóval kellett egy kis ráutaló magatartást. És képzeljétek el, annyira szuperek voltak, hogy még az aranyórán, hogy ugye megszületett Bodza, Krisz telefonált, és még az aranyóránk volt, mikor már csörögtek a Krisznak, hogy itt vannak az ősegy dobozért. És akkor még nem volt befejezve, és akkor mondták, hogy hát, hogy most nem tudnak várni, de akkor holnap visszajönnek ért. És mondtuk, hogy jó, hát nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsak lesztek. És hogy akkor másnap vitték el az ősejtet, de hogy sikerült mindent levenni. Szép mennyiségeket, megkaptam azóta az értesítést is, szóval, hogy minden megfelelő volt, igen, minden szuper volt, és le van hűtve. És akkor most három gyereknek kettő mintája van. Igen. Úgyhogy végre vagytok. Igaz! Sziasztok! Köszönöm előre is, köszönöm szépen a sok gratulációt, vagy köszönjük szépen. Itt van velem amúgy Bodza már régóta. Elmesélek egy pár dolgot így a szülésről, jó? Hogy milyen volt, nem fogok egy egész szüléstörténetet elmesélni most, csak hogy mégis milyen volt. Amúgy előjáróban annyit, hogy nagyon-nagyon jól érzem magam, Bodzan egészséges, gyönyörű, nagyon nagy baba, gyönyörű kislány, mindene tökéletes, orjász szerelemben vagyunk az apukájával. Bodza 2 óra előtt megszületett már, tehát nem volt egy hosszadalmas szülésünk, 13 óra 43 perckor született, 4225 grammal és 56 centivel, szóval igen, egy kicsikét nagy baba volt, de nem kell, most egy előjáróba el tudnak annyit mondani, hogy aki várandós most, és azt mondják neki, hogy nagybabája lesz, nem kell félni a nagybabától. Nagybabát is gyönyörűen meg lehet szülni, sérülésmentesen, ez nem attól függ, hogy mekkora a baba. Szóval nem, egyáltalán nem volt egy nehéz szülés szerintem, sőt azt tudom mondani, hogy a vajudásom az, hát félre ne értsétek, de az tényleg nagyon könnyű volt, nagyon jó volt, profi csapattal voltam megint körbevéve, de hát ez az uzsok, én most erre nem... Ez nem egy ilyen nyalinger szöveg, imádom az uzsokit, imádom a csapatot, imádom itt az embereket, szuper, annyira jó szülésznőm volt. Reggel, mikor bemutatkoztunk egymásnak, akkor elmondtam egy-két dolgot, hogy mi az, amit szeretnék, de hogy így rögtön éreztem bele a kémiát, hál' Istennek, és mondom, hogy megbízom benne, hogyha ő úgy látja, hogy kell egy kis oxitocin, vagy bármi egyéb, akkor én megbízom benne, de hogy ameddig halad a folyamat gyönyörűen, természetesen a saját útján, addig szeretném mindenféleképpen naturálba az egész szülést, és hál' Istennek sikerült is, és nagyon támogatóak voltak. Tehát tényleg szuper csapattal voltam körbevéve, ezért is, szerintem ezért is sikerült Bodzát ilyen könnyen és gyorsan megszülnöm. Alapvetően indítással indult a szülésem, de már éjszaka voltak fájásaim, nem, egyáltalán nem voltak durvák, de úgy éreztem, hogy azért úgy valami van, szóval azt tudom mondani, most nem 100%-ra, de szerintem amúgy is beindult volna ma. És akkor már úgy jöttünk be, hogy azért már úgy reggel felraktak CTG-re, és akkor úgy éreztem, hogy onnan vannak szerintem fájásai, és mondták, hogy igen, mutatja is a gép. És akkor kaptam egy ballont,
ami 20 percet alatt meg is tette a hatását, gyönyörűen kitágított annyit, amennyit tudott, aztán kaptam egy burokrepesztést, és akkor úgy elkezdtek jönni a fájások. Érdekes volt, mert nem úgy jöttek a fájások, ahogy Alizzal, hogy burokrepesztés megvolt, és akkor utána rögtön dur bele, hanem hogy így lájtosan, itt láttátok ugye a délelőtti élőt, hogy még ott nevetgéltünk, el voltunk, és hogy így egyáltalán nem volt kemény. A kitolás most sokkal nehezebb volt, és sokkal fájdalmasabb, mint például Aliznál, de a vajudás meg százszor könnyebb volt. Most érdekes módon, én mindig ugye a labdát dicsérem, akik így követnek, már ismertek, hogy egy páran, hogy én mindig azt mondom, hogy ú, de jó a labdán vajudni, és most valahogy most se volt rossz, de nem éreztem azt, hogy most ez így jó, hanem most végig szinte álltam. És valószínűleg ezért is jött ilyen gyors, szépen indultak a folyamatok, és ezért is jött bocca ilyen gyorsan. Gyönyörű szülés volt amúgy, azt tudom mondani, hogy így utoljára így próbálok nem sírni. Így utoljára gyönyörű volt. Minden percét, minden pillanatát átéltük a Krisszel, és így, hogy egy szivárvány babánk lett, így meg még jobb. Megmutatom nektek Boczát, mert amúgy meg annyira tökéletes kisbaba. Köszönöm a sok gratulációt, nagyon kedvesek vagytok. Amúgy teljesen jól vagyok. Fájdalmaim egy icipicike van csak, de semmi komoly, megmutatom nektek a kis hölgyet. Itt alszik. Kis húsi gombóc lett. Hát igen. Jól volt tartva a pocakba. Majdnem annyi amúgy, mint a Boti kisfiam. Aliz az 3910 volt, Boti 4240, ő pedig 4225. Csak ők is 56 centi. Gyönyörű nagy hajas baba. Csak ugye még itt a Suzuki-ban nem fürdetik meg ugye őket. És 2 óra aranyóránk volt. Végig cicim volt, szinte gyönyörűen tud szopízni. Itt a Suzuki-ban nem fürdetik meg őket rögtön, hanem majd holnap este talán fog kapni egy pancsit, de hát ez a baba illat, csajok, figyeljetek, ez brutál, ez olyan erőt ad, olyan, nem is tudom, olyan érzések, hogy ez elmondhatatlan érzés. Voltak már bent a gyerekek, ők is látták, Botikámat az teljesen el volt ájulva, Aliznak is nagyon-nagyon tetszik, amikor meglátta, kifolyt a könnye, képzeljétek el, annyira gyönyörű lelkű kislányú is, hogy tényleg így 4 évesen meglátja, és elérzékenyült, csak nem nagyon tudta hova tenni a dolgot, hogy már nincs hason, hogy milyen pici a bocca, hogy így látom, hogy így járak, és agya is gondolkozik, és így nem nagyon tudta hova tenni, hogy nézte is, de úgy nem is. Szóval így kicsit ilyen furcsán viselkedett, nem ezt vártam tőle, de amúgy nagyon aranyos volt mindkét gyerek. Viszont ezt most nem fogok belemenni, mert nem akarom itt húzni az időt, de viszont vannak nagyon-nagyon jó tippjeim, és majd a következő évben, mikor már otthon leszünk, picit lenyugodtak a kedélyek, megnyugodtunk, felépültünk, megerősödtünk, akkor el fogok mondani egy-két bajudási tippet, hogyha kíváncsiak vagytok rá, mert én most tök jó új dolgokra jöttem rá, amik nagyon-nagyon hasznosak, és mondtam is a Krisznek, hogy passzus, ezt tették, miért nem csináltuk. Jó, és egyetek datóját, lányok, aki most van ebbe az életszakaszába, hogy készül egy kisbabát világra hozni. Én elkezdtem enni a datóját, egyik gyerekemmel se ettem datóját, de szerintem nagyon hatásos volt. A 36. héttől ettem napi 6-7-8 szem datóját, és tényleg a vérzést is teljesen kordában van a vérzésem, a sejtő, túl erős vérzés egyrészt, másrészt meg ugye lerövidíti a vajudást. Hát most nem tudom, hogy a datójától, vagy nyilván az is közrejátszik, hogy a harmadik baba, de tényleg egy fantasztikus szülés volt. Meg szeretném köszönni nektek ezt a rengeteg gratulációt, mert tényleg iszonyatosan sokan írtatok nekünk. Köszönjük szépen, és nagyon hálásak vagyunk, hogy küldtétek az energiát célba ért utoljára,
És szuper, tényleg szuper szülésem volt, a barátnőm videózott. Ugye Kandék sajnos nem tudtak itt lenni, de ő videózott, és ugyanúgy lesz majd róla egy szép összevágott videó szerintem, amit majd ugyanúgy fogtok tudni megnézni, vagy látni, vagy aki kíváncsi rá. Sok szeretettel várok mindenkit a Kabbala Mami csoportomba, és akkor egy hosszabb szüléstörténetet majd vagy a Kabbala Mami csoportomba, vagy a következő élőben, hogyha érdekel egyáltalán titeket, akkor azt el fogom mesélni, jó? Mert tényleg sok okosságot tudok most mondani, így a harmadikra teljesen bezárult a kör, és tudom, hogy mit, hogy kell, vagy hogy nekem hogy volt a legjobb, és ezt át tudom nektek adni. Megmutatom még egyszer polcát. Igen, 29-dik, ezt még sokan kérdeztétek, erre válaszolok, hogy ugye 29-én szökőnapon született, 28-án fogjuk tartani a születésnapját, és akkor 4 évente pedig a napján 29-én a kis örök fiatal kis papámnak. Hát halálosan szerelmes vagyok, amúgy annyira tökéletes számomra. Megmutatom nektek még egyszer, és akkor jó éjszakát kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és szorítottatok értünk. És legközelebb már otthonról fogunk jelentkezni. Itt most látok egy hány órába telt. Hát olyan 10-től fél, igen, 10-től fél 2-ig körülbelül. Ja, egész hamar megszületett bocca. Na, elbúcsúzok tőletek, köszönöm, hogy itt voltatok. Megmutatom még nektek ezt a kis tündért. Igen. És akkor vigyázzatok magatokra, jó éjszakát. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! És milyen 3 gyermekes család anyának, hát nem és családapának lenni? Hát nem 2. Hosszabbak a nappalok, azt tudom mondani, és nehezebben indulunk. De úgyis el. Besötétedik. És nehezebben indulunk el. Az elinduláshoz nehezebb, a kocsiba pakolás nehezebb, pedig nincs kis autónk, és mégis azt érezzük, hogy ez egy kicsi kocsi. De ugye a 2 bicikli, a múzes kosár, a babakocsi váz, a táskák, és akkor így, jaj, de amúgy így, így teljesen jó. Ilyenre gondoltam, erre ezt vártam, ilyenre számítottam, jó. Én mindig mondtam a barátnőmnek is, amikor megszültem, hogy nekem ez a gyerek úgy kellett, mint egy falat kenyér. Hogy első perctől kezdve olyan, nem is tudom, milyen érzéseket táplálok iránta, hogy így, teljesen oda vagyok érte. Nem még tudom, hogy azért, mert hogy szivárvány baba. Még az első 2 gyereket. Igen. Lehet, hogy azért is, vagy hogy ő az utolsó, vagy azért, mert hogy ő a pici, és ugye nekem a Boti után hamar jött a Liz, nem tudtam annyira megélni azt, hogy pici babám van, mert hogy terhes lettem meg én, mikor még volt egy pici babám, és 2 pici babám volt egyszer, és most ő van egyedül pici baba, hogy így teljesen más, mint velük volt. Lehet éhes kezd lenni, nem? Megcsináljuk titeket. Csináljuk titeket. Ilyen légy. Tápít. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot, köszönjük, hogy velünk vagytok! Itt.